akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor vesznek oldaládodra borjával. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki minden bűnje vagy, és mindeneket öltesz, minden jónak volt feje, és az életnek megadója, jöjjön is a hozzád mi lennünk, és meg minket minden szerenkben. És Krisztus áros, amiben ülünk el. Áldott az Atya és Fiú és Szent Léleknek országa most és mindenkor s örökkön örökké. Amen. Békességben könyörögünk az Úrhoz. Lelkünk üdvösségéért könyörögünk az Úrhoz. Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért és mindazokért, akik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögünk az Úrhoz. Szerető fülöpérsek, metropolitánkért, a tisztes áraszú papságért, a Krisztus szerinti segítő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért, vidékért, s az azokban lakó hívekért, könyörögjünk az Úrhoz. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől. Könyörögjünk az Úrhoz, oldalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyunkat az Isten, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymás egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor s örökkön örökké. Thank you.
Krisztus. Uram, hírkalmaz! Oltalmaz, mencs meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, hírkalmaz! Öreg szentedlek, tisztább, legáldottabb, dicső királyunkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymás egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. A hatalom, tiéd az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, s örökkön örökké. Yeah.
könyörülj rajtunk. Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor, s örökkön örökké. Megállván pedig Zakeus mondta,
mondta az Úrnak, Uram, íme javaim felét a szegényeknek adom, és ha valamiben valakit megcsaltam, így annyit adok vissza. Mondd el neki Jézus, ma lett üdvössége háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azt jött keresni és üdvözíteni, ami elveszett volna. Mondd el az Úr a tanítványainak, én vagyok a szülő, tűti a szülő vesző, aki itt bennem marad és én ő benne a sok gyümölcsöt teret, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetek. Aki pedig én bennem maradt kivett, mint a szőlő vesző és elszállat, és összeszedvén az tűzre veti és elé. Ha én bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, amit akartok, kérjetek, és meg lesz nektek. Ezáltal dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és tanítványaim legyetek. Amint engem szeretett az Atya, én is így szeretlek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Krisztusban, kedves testvérek, és kedves mindnyájan, akik most nézik ezt a együtt imádkozást. Azért különös ez a vasárnap, mert ezen a vasárnapon most itt a hajdunánási egyházak, ha nem is egy időben, de egy napon emlékeznek meg az egyházak egységéről. Jézus Krisztus egy egyházat alapított, és mára ez az egyház sokszínűvé vált, és azért imádkozunk, hogy ez az egység megmaradjon. Ezért minden ima alkalmon, szent liturgián, szent misén, a prédikációban az a vezér gondolat jelenik meg, hogy maradjatok meg az én szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremjetek. Minden évben januárban az egyházak egységért, az egyház egységért szoktunk imádkozni, és ebben az évben most a Grand Champi közösség az, aki összeállított egy ima füzetet, egy imádságot, melyet elimádkoztunk az elmúlt héten közösen a református gyülekezeti házban. Ezen a vasárnapon ráadásul a mi egyházunk Zakeusról is megemlékezik, mint ahogy hallhattuk az evangéliumban, arról a Zakeusról, aki fölismerte a saját gyengeségét, a saját bűnét, és rátalált az Istenre. Milyen érdekes a mi Istenünk, aki elküldte egyszülött fiát, és ez a Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy szeressük egymást. Ilyen dolgokat mond nekünk, hogy ő maga a tökéletes szeretet, és arra buzdít bennünket, hogy mi maradjunk meg ebben a szeretetben. Milyen érdekes, hogy a Szentírás szavai, azok örök érvényűek. Olvassuk azt, hogy ég és föld elmúlnak, de az Úr igéi el nem múlnak. Az evangélium szavai, azok örökre megmaradnak. Nemrégiben valamelyik hittanórán ez a kérdés merült fel, hogy ki kit követ, kit lájkol, mennyi lájkot gyűjtött. Közösségi oldalakon talán a fiatalok számára nagyon fontos az, hogy mennyi követőm van, mennyi ismerősöm van, vagy mennyi lájkot kapok. De ezek elmúlnak, ezek szertefoszlanak. Én viszont, sőt, mi keresztények mondhatjuk, hogy mi nem lájkot küldünk az Istennek, hanem mi belévetjük a hitünket. Mi olyan, mintha szeretnénk beleköltözni az Istenbe, és azt szeretnénk, hogyha az Isten belénk költözne. Hiszen, hogyha mi ő benne maradunk, akkor életünk lesz. Ha mi kiköltözünk az Istenből, akkor nem lesz életünk. Az Isten nem egy közösségi oldalon jelenik meg, hanem ebben a világban jelenik meg. És mi vagyunk az ő követői, akik
benne akarunk maradni, aki ő benne akarunk élni. Személyes küldetésünk az, hogy az Istenben maradjunk. És ez a személyes küldetés akkor hág a tetőfokára, amikor megértem a szent áldozásnak a lényegét. A szent liturgia során a pap fogja a kenyeret és a bort a Szentlélek segítségével átváltoztatja azt Jézus Krisztus testévé és vérévé. Ebben részesülök én minden szent liturgia alkalmával. Ekkor fogadom magamba magát Jézus Krisztust, vagyis elmondom azt, hogy ő innentől kezdve bennem marad. Hiszen hallhattuk, hogy azok az emberek, akik befogadják magukba az Istent, csak nekik van életük. És én élni szeretnék, én boldog életet szeretnék élni. Lehetetlen az, hogy a bűnökkel és a kísértésekkel fel tudjam venni a harcot az Isten nélkül. Képtelenség, hogy legyőzzem magamban a vágyat, legyőzzem magamban a bűnre való hajlamot, hanem az Istennel teszem ezt. A bűnben a sátán nem csak ingerel a paráznaságra, a tolvajlásra, hogy szegd meg az Isten parancsát, hanem azt akarja, hogy lépjek ki az Istentől. Ez nem helyes, ez nem szerencsés, mert ha kilépek az Istentől, boldogtalanná válok, akkor nem értettem meg azt, hogy mi a szeretetnek a lényege. Szent Ágoston azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. De ha lefordítjuk ezt a Szentírásnak a szavaira, akkor mondhatjuk azt, hogy maradj meg Krisztusban, és tégy, amit akarsz. Hogy mit akarok én igazán? Aki az Istenben marad, és az Isten ő benne, akkor kérhet bármit, meg lesz ennek, meg lesz neki. És mit kérek? Hát csak gondoljunk a mi atyánkra. Legyen meg a te akaratod, szenteltessék meg a te neved. Bocsáss meg az én bűneimet, amint megbocsátok másoknak. Hát ezek az igazi kérdések fogalmazódnak meg az ember számára, és nem kell csüggedni, mert ha megöregszek, és bénává is válok, hogyha teljesen elerőtlenedek annyira, hogy már szavakat se tudok kimondani, de egy biztos, szeretni mindig is fogok tudni. És ez a legfontosabb az ember számára, hogy tudjon szeretni. Mert mi haszna a szeretetnek? Hát a szeretet az Isten. A szeretet tudja pontosan, hogy mire van az embernek szüksége. Hát maradjunk meg az ő szeretetébe, fogadjuk be minden szent liturgián magát Jézus Krisztust a mi szívünkbe, éljünk ő vele, és akkor talán kicsit könnyebben megértjük azt a Zakeus történetet, amit az előbb Lukács evangéliumából hallhattunk. Akármilyen kicsi emberek is vagyunk, megtaláljuk azt a pontot, ahova fölérkezve találkozhatunk az Úr Jézussal, találkozhatunk az Istennel. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Minden hat úrunk, atyáinak, Istenek, írjunk téged, hallgass meg minket is, könyörű. Könyörögjünk még. Isten szerető, fülöpélsek, metropolitánkért, lelki atyáinkért, s Krisztusban minden atyánk fiáért. Mindenkinél többet védkeztünk, és gonoszul cselekedtünk, s ha valódi bűnbánatra el nem jutottunk, szándékunkat bűnbánatjánát fogadd el gyűrünk. Régén dolmos és szava is megszolgáljad a halálkozó járványtól és gyötrő fájdalmattól. Csirálkozva kívünk téged mindenható, gyorsan hallgass meg minket és könyörű. Mindenkor se legkörül.
egységes főpásztorunk Ferenc római pápáról, Isten szerető fülöpérsek metropolitánkról, az összes papságról, az egész egyházi rendről, ezen szent hajlék boldog és örök emlékű alapítóiról és jótevőiről, s ti rólatok mindnyájatokon igaz hívő keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor. Aki véletünk emberek értése, mégis
testemmel életedek megtöredik a bűnök bocsánatára. Higgyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségi, mely életedek is sokakért kiondanik a bűnök bocsánatára. Mindnyájunkért és mindenekért. Igen, Oh,
Imádjuk az oszalattal, Szent Áron, Sáron.
örökön örökké. Dicsőség
énekesedezései által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Most és mindenkor.